előző alkalommal, a múlt héten egy kifejezetten fiús tábor volt, itt lehet, hogy te nem tudsz róla, egy bringás tábor, most kifejezetten pedig egy csajos táborban vagyunk itt. Egy ilyen kis szöszmötölő kézműves tábor, hogy említetted, te is a barátnőd révén tudsz itt lenni. Milyen technikákat ismertetek meg ebben a táborban? Eredetileg ennek a tábornak az a neve, hogy horgoló és gyöngyfűző tábor, azért leginkább a horgolásra és a gyöngyfűzésre koncentráltunk. Viszont emellett még nagyon sokféle technikát lehet. Ott van a makramé, a görcsölésekkel való karkötőfonás, a tárcsafonás, és még amúgy sorolhatnám, csak a szakneveit nem tudom teljesen. Úgy látszik, hogy igazán közel áll a szívedhez ez a horgolás és a gyöngyfűzés. Az új technikák közül melyik az, amelyik igazán úgy bejött neked? Nekem a makramé nagyon tetszett. Őszintén már régóta nézegettem az interneten, hogy hogy lehetne csinálni, viszont itt Munini segítségével el tudtam sajátítani ezt a technikát is. Plusz úgy az összes tetszik nekem, amit itt kipróbálhattam, meg hát otthon is szoktam csinálni, és ezeket otthon is tudom folytatni. Hála anyáiknak, mivel segítettek ezeket az alapanyagokat beszerezni. Itt mindenkinek van egy kis dobozkája, neked is gondolom van egy ilyen dobozod. Mit rejt ez a dobozka? Leginkább ékszereket rejt. Csináltam karkötőket többféle méretben, fajtában. Barátnőimnek is csináltam egyet-egyet, anyáiknak is csináltam, kulcstartókat is csináltam, mivel hogy nagyon jó mintákat találtam ehhez. Meg hát persze horgoltam is egy ilyen polipot, meg most jelenleg egy olyan projektben vagyok, hogy egy ilyen kutyát horgolok, ami egy ilyen dínos ruhát hord, és azt valósítom meg jelenleg. Az elmondottak alapján te nagyon kreatív vagy, az iskolában is szeretsz kreatívkodni? Igen, amikor csak tudok, az iskolában is kreatívkodok, a teremdíszítésben is nagyon szívesen veszek részt, és sokan el is fogadják a segítségemet, mivel hogy látják, hogy én ebben otthon mozgok, és ezért is tetszik ez a tábor, mert itt nem csak én tudok ezzel fejlődni, hanem én másoknak is tudok segíteni azzal, hogy ők is úgy belejöjjenek és érezzék ezt a jó kreatívkodást, meg hogy ők is tudjanak ilyen kreatívan gondolkozni bármilyen helyzetben. Még egy kérdés. Nyilván, mivel hogy te Gyulaváriból érkeztél, nem túl sok szarvasi ismerősöd van. Itt azért alakulnak ki új barátságok is. Szövődtek-e új barátságok itt a részedről? Igen, a többségnek a felét már régebbi táborokból is ismerem, viszont most megismertem két új lányt is, aminek úgy nagyon örülök, mert hogy ez egy újabb plusz barátság, amit örökké tudok így folytatni, és hogy ők sem idevalósiak, szóval más helyekről is vannak úgy barátnőim, amik még egykor hasznosak is lehetnek. Hogyan összegeznéd ezt a tábort? Extra kreatív, mert hogy itt minden lánynak be kell mutatnia az elsajátított technikákat, meg emellett még újakat is tud tanulni, akár a társaitól, akár Móni néni segítségével, és hát erre több szó nem is lehet. Egy igazi csajos tábor zajlott a héten. Ahogy a múlt héten megtudtuk, ennek a hétnek a programja a gyöngyfűzés, illetve a horgolás lesz, illetve most már volt. Mit lehet erről a táborról tudni? Hány gyermek érkezett? Milyen korcsoportos bontásban? Honnan érkeztek és hogy fogadták a tábor témáját? 25 fővel vagyunk itt a táborban. Ez a 25 fő, vagy 25 lány, mert tényleg egy csajos tábor. Változatos életkorú lányok vannak itt, de egy ilyen lányos társaságban ez soha nem okoz problémát. A legfiatalabb résztvevőnk a tesztendős, viszont a korát meghazudtolóan tud már gyöngyöt szőni. Úgyhogy ebből a szempontból fiatal, de mégiscsak a tudása, vagy az igényessége, az igényes munkája miatt
sokkal gyakorlottabbnak tűnik. A legidősebb leányunk pedig 8-os, tehát olyan 14 év körüliek, ők viszont már éveken keresztül itt táboroztak az Arboretum valamelyik táborában, pont tegnap mesélték, hogy szinte mindent kipróbáltak már, amilyen tábori tematikával itt zajlanak a nyári vakációs táborok, és nem tettek le róla, hogy jövőre is jönnek, hiszen az életkor nem akadály egy ilyen tábornál sosem. És azért nem akadály, mert hogyha jó a közösség, jó a társaság, akkor egymás segítve alkotnak, készítgetik a különböző kis ékszereket, kabalákat, vagy éppen mókás figurákat. Ami itt ezen a héten a munkában zajlik, az pedig a horgolás és a gyöngyfűzés. És ennek a kettőnek akár néha az ötvözése is. Persze a szünetekben vagy a szabadidős dolgokban itt is játék van, és játszunk, és pihenünk a függőágyakban vagy a függőszékekben, de ilyenkor sem áll le ezeknek a lányoknak a keze, hanem ilyenkor vagy fonnak, a kumihimó fonást csinálják, vagy éppen a görcsös fonásokat, vagy pedig ma délután és még délelőtt is a makramé fonásban mozgatják az ujjaikat. Az előző évekhez hasonlóan most is kapott minden kis leányzó egy-egy dobozkát, amiben a heti munkáját összegyűjtheti. Most milyen kis ajándéktárgyak gyűltek össze ezekben a dobozokban? Most kevesebb ajándék készült, inkább önmaguknak alkotnak a lányok, és ezekből a kis műanyag dobozokban biztonságban tudják elhelyezni a gyöngyöket, meg egy pattanós a teteje. Ez fontos itt nekünk, hiszen a természetben vagyunk kint végig. Szél fúj, leborulhatnak dolgok, úgyhogy ez egy nagyon jól elhelyezhető kis tároló edény. Viszont a lányok szerdán kinőtték ezeket a tároló edényeket, és főként a horgolások miatt olyan kis nejlonokat vettünk elő, amilyen cipzáros módon zárhatók, és abba kerültek bele a horgolások, a nagyméretű horgolmányok. És ezekben a dobozokban és ezekben a zacsikban van, akinek ékszerből van több, van, akinek kabalából van több, vannak olyanok, akik gyöngyállatokat készítettek, de azt hiszem, az idei évben elsősorban tényleg az ékszerek irányába mentünk el, és afelé irányítódott a figyelem a lányok részéről is. Lehet, hogy oka ennek az, hogy az életkoruk is inkább a 10 éves korosztályhoz kötődnek, és még azt gondolom így utólag, hogy már így a zárásánál tartunk a tábornak, talán az a másik oka, hogy ékszerből készítenek többet, hogy nagyon sokan innen a táborból az évközben megszervezett horgoldákba, workshopokra járnak hozzám, és ott is inkább elsősorban az ékszerkészítés dominál. Emellett persze a legfiatalabbak, a legkisebbek, a legegyszerűbb gyöngyállatokkal kezdenek mindig. Mindig a sünivel, a teknőssel, a katicabogárral és a négylábú rovarokkal, a pókokkal, vagy éppen a krokodillal kezdik a gyöngyfűzés tudományát, viszont ha már nagyon szép esztétikai érzékük van a színek válogatásához, vagy a különböző gyöngyök minőségét is érzik, méretüket, alakjukat jól meg tudják különböztetni, akkor éreznek igazándiból bátorságot az ékszerek irányába. És szerintem az idei tábornál ez éred be egy kicsit. Ráéreztek a lányok a különböző minőségek közötti különbségekre is. És állítólag nem csak a munkákra figyeltek oda, hanem is új kapcsolatok, új barátságok is szövődtek. Hát ez a legfontosabb szinte a táborokban, hogy aközben, hogy itt az alkotás folyik, és ők valamit éppen szöszölnek, csinálnak, mellette rengeteget beszélgetnek, nagyon jó látni, hogy ők asztal társaságokban rendeződnek, nem csak azok ülnek együtt egy asztalkánál, akik mondjuk egy osztályba járnak, vagy barátnők, vagy többen barátnősen jönnek ide a táborba, hanem vidéki lányok szarvasiakkal találkoznak, és leginkább a gyöngy és a horgolás viszi őket, vagy hozza őket össze, hiszen örömmel láttam a héten, hogy tanítják az idősebbek a fiatalabbakat. A Nóri például nagyon jártas már a horgolásban, és méghozzá a térbeli testek horgolásában, és tényleg megtanította Sárit, a barátnőjét az alapokra, oda nem
kellett az én útmutatásom, hanem egymást tanították és terelték a térbeli állatok horgolása irányába. De ugyanígy, aki nagyon előre haladott már a gyöngyözésben, régebb óta jár hozzám gyöngyözni, ők a fiatalabbaknak mutatják meg a tűzfűzés, tehát az igazi ékszerkészítés alapjait is. És ezek összehozzák a lányokat, összekovácsolják, barátságok szövődnek, és azt hiszem, hogy a délután folyamán egymás haját fogják majd fonni. Ez egy nem ittalgós tábor, így a nap végeztével a szülők általában eljönnek a gyermekekért, ilyenkor tudsz velük egy pár szót váltani. Mi a véleményük a táborról? Hogy érzik magukat a gyerekek itt? Milyenek a visszajelzések? Igen, jó ez az, hogy azért találkozok a szülőkkel, akár reggel, akár délután, mert ugyanolyan csillogó szemmel hozzák a lányokat, mint ahogy a lányok érkeznek a táborba. Mert otthon mesélnek, mutatni nem mutathatják ugye a dolgaikat, hiszen ez még mind benn van a táborban ilyenkor, de beszélnek róla, hogy mindent készítettek. És ez átjön a szülő irányába, úgyhogy csupa-csupa jó visszajelzést kapok, hogy nagyon jól érzik itt magukat a lányok. Ad egyfajta tevékenységet a nyári hosszú vakációban számukra, és amiről itt eddig beszéltem, mindaz, hogy barátságok szövődnek, mindaz, hogy a kicsi ujjaik finomodnak, precizitásra nevel, vagy tanít a gyöngy és a horgolás. Az ujjaknak, a koncentrációnak egy olyan magas foka ez, ami itt zajlik, hogy el sem hinnénk. Tehát egyfajta tanulási folyamat ugyanúgy. Türelemre, odafigyelésre tanít ez a tevékenység. De hogy még egy kicsit többet mondjak, fontos, hiszen otthon már lehet, hogy kevesebb idő tevődik arra, hogy rendszerességre tanítsák a szülők a gyerekeiket. És itt az van, minden napnak egy ugyanolyan rendszere van, amivel elkezdjük a gyöngyfűzést és a horgolást, ahogyan befejezzük. Először ugye mindig a befejezés az egy nagyon lényeges, hiszen rendet teszünk magunk körül. Nem én és a segítő kollégák pakolunk, hanem ők maguk. És ez a fajta rendszerezés, a fonalak szín szerint rendszerezése, a gyöngyök szín szerint rendszerezése, forma szerinti dobozolása, ez azt gondolom, hogy nagyon sokat segít mindenkinek az otthoni életében, az iskolai tennivalóinak a rendszerezésébe, hiszen egy biztos támpontot ad mindenhez. És ennek a megtanulása is egy hatalmas segítség, amit a szülőnek adunk így át. Az előző heti tábor témájához nem csak a kerékpározás, hanem az arborétumnak a megismerése is hozzátartozott. Ehhez a táborhoz hozzátartozik-e mindez? Picit, minimálisan, de a kertnek, ennek a gyönyörű rendezvény térnek a megismerése mindenképpen. Hiszen vannak lányok, akik imádnak kint lenni, és ők a játékosabbak, a legfiatalabbak, akik természetesen többet rollereznek, a hintaágyban horgolnak, de közben mégis mozognak egy kicsit, kerékpára néha felpattannak és pihentetésképpen bringáznak itt a kertbe. És van egy jó kis csapat, akik a békákat, a csíborokat és a siklókat is megfigyelik, hálóval itt a tó körül. Ők azok, akik majd jönnek a természetbúvár táborba is. De hogy kapcsolódjunk egy kicsit ahhoz, ami nekik itt nagyon tetszik, a gyöngyből, a zöld színű gyöngyökből szuper szép békák készültek, és emlékként ezeket hazaviszik. Említetted, hogy hasonló témájú táborok is lesznek. Milyen témájú táborok lesznek még az idén? Jövő hét az egy kicsit aktívabb tábor lesz ismét, és mondhatom úgy, hogy talán fiúsabb tábor, mert ott is lesznek jócskán hölgyek, de egy középkori kalandtábor veszi kezdetét itt a rejtélyes nagy erdőben, a Pepikertben. Ez egy izgalmas, aktív tábor, és a történelem, mint olyan, az elég aktívan lesz része ennek a tábornak, de mellette rengeteget játszunk, hiszen a fiúk azért nehezen köthetők le asztalok mellé, főleg a nyári vakáció idején, úgyhogy velük a töri és a történelmi események, egy kis dráma játék és sok-sok kaland fogja fűszerezni, és teszi izgalmassá ezt a hetet, a jövő hetet,
És természetesen ennél a tábornál mindig egy éjszakát itt bent töltünk az arborétumba, ami pedig egy izgalmas esemény itt a teljes sötétségben a kertben itt lenni, és elemlámpával vagy fejlámpával járni végig a lovagi útvonalakat. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lesz. Azt követően pedig jön két természetbúvár tábor, ahol azok a gyerekek érkeznek, akik leginkább izgat, akiket leginkább izgat a növény és állatvilág, imádnak mikroszkóppal vizsgálódni, imádnak kísérletezni, megfigyelni állatokat, állati tetemeket, maradványokat, és velük fogjuk leginkább felfedezni a kertnek a rejtett zugait, az izgalmas állatait tudjuk velük megfigyelni, hiszen ők erre nyitottak. És velük végzünk olyan tevékenységeket, akár itt a gyógynövénykertbe, az ültetésekkel, amivel hozzáadhatunk egy kicsit a kert állapotának a megőrzéséhez, hiszen öntözünk velük, kertészkedünk is egy kicsit itt a két hétben. És az egész nyári szezont pedig a szöszmötölés zárja, mint mindig. Ez pedig egy nagyon vegyes alkotótábor, ahol rengeteg, sok minden barkácsolunk természetes anyagokból, nem természetes anyagokból. Ott is lesz kicsi gyöngyfűzés is, de valami minimális. Inkább megpróbálunk a természet adta és az egyszerű újrahasznosítás segítségével alkotni, barkácsolni és szöszmötölni egész nap.